János, megigyegyeztük? Akkor egy nagy tapsot kérünk szépen a polgármester úrnak. És azt is megígérem nektek, hogyha polgármester urat visszajelöljük, és újra bizalmat adunk neki, akkor elhozom nektek ide a faluba Marics Petit. Benne vagytok? Képzeljétek el, hogy mi kim voltunk, mindjárt, ahogy mi kim voltunk az Ázsi Expressbe, a Marics Peti lett a Bea lett az anyukája, meg az apukája, és úgy adta a jóisten, hogy mi elköltöztünk Salgótarjánba, és egy házba lakunk a Marics Petivel, ő lent lakik, és mondtam neki, hogy jövök Kárra, és mondtam neki, hogy ha megválasztátok a polgármester, akkor Marics Peti jön hozzátok. Azért ez mekkora? Ki az, aki szereti a Marics Petit? Na, akkor nem kell más tenni, hogy a polgármester urat újra be kell jelölni. Győzi, köszönöm szépen először is azt, hogy elfogadtad a meghívást, és itt, hogy fantasztikus hangulatot teremtesz itt nálunk. Köszönöm szépen. Egy szolgálati közleményt szeretnék most elmondani, kedves gyerekek, hogy ott a bal háttérben lévő ugrálóvár az teljes egészében ingyenes, és a Káli Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a képviselőtestülete ajánlotta föl, és használjátok, gyerekek, sok szeretettel. Köszönöm szépen, Győzi elmondott mindent, mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok, és akkor... És akkor megyünk körbe fogunk menni, mindenkitől megkérdezzük, hogy ki mit főzött. Vasárnap, jövő vasárnap el kell menni szavazni, és be kell iszelni, és ott lesz majd, hogy Morvai János, ne feledjétek, ezt otthon is mondjátok el a szüleiteknek, a rokonaitoknak és a barátaitoknak. Ha most szeretnétek egy finom hamburgert tenni, akkor gyertek. A mai program az úgy fog kinézni, hogy Morvai János polgármester úr szeretné jövő héten vasárnap is újra úgy látni és úgy lefeküdni, hogy ő lesz az új polgármester. Hölgyeim és uraim, nem kell más tenni, hogy a szüleiteknek el kell mondani, hogy el kell menni jövő héten vasárnap szavazni, és Morvai Jánost kell beixelni. Eddig tiszta minden oké. Utána körbe megyünk, itt megnézzük a ugrázokat.